Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Kisebb és nagyobb gyerekekkel foglalkozó szakembereket hívtam a mai műsorba, akikben nem csak az a közös, hogy intézményvezetők, hanem hogy nagybetűs pedagógusok egyaránt. A stúdióban szeretettel köszöntöm Vida Bernadettet, a Vörösmarty Általános Iskola intézményvezetőjét. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, köszöntök én is mindenkit sok szeretettel. Eljött hozzánk Motikáné Tóth Éva, a Bugát Pál Technikum igazgatója. Én is köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. És eljött hozzánk Oláné Wagner Erika, aki már nem először jár nálunk itt a tévében, ugye a Tolnai utcai óvoda és Sziget óvodának az igazgatója. Igen. Köszönöm szépen én is a meghívást, szívesen jöttem hozzá. Azért hívtalak titeket ebbe a műsorban, hogy egy picit jobban megismerjünk titeket. Nagyon sokszor szerepeltek nálunk mindannyian, egy pár perces híradós riportereig, de egy picit azért lássunk bele az életetekbe, hogy is élitek a mindennapokat, milyen a szakmátok, egy picit a kulisszák mögé néznénk. De még mielőtt belemegyünk, egy picit beszéljük át a jelen helyzetet. Ugye itt olyan intézményekről van szó, amit azért jelentősen érint ez a mostani helyzet. Elmondom a nézők kedvéért, hogy a mai napon február 8-a van, tehát az adásba kerülésig azért még jelentősen változhat a helyzet, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ti hogy vészeltétek át így a tavasztól terjedő időszakot egészen mostanáig. Most már nyilván van azért egy rutin, de a kialakult helyzet azért tavasszal gondolom mindegyőtöket megrémisztett. Kezdjük veled, Éva, vagy Erika. Így van, hát azt gondolom, hogy igen, kicsit gyűjtöttünk rutint, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mindenki kívül van a komfortzónáján, tehát ezért ez egy nehéz időszak. Az óvónéniknek is, Dajka néniknek is, és én azt gondolom, hogy a szülőknek is, mert hogy sokkal kevesebb információt tudnak megosztani a pedagógusokkal, a legkisebbeknél azért ez elég nagy hiányérzet, és ez egy közös probléma, de azt gondolom, hogy az óvónénik nagyon erősen állnak a helyzethez. Hála az égnek eddig úgy tűnt, hogy nagyobb bajok nélkül működünk. A gyerekek viszont nagyon derűsek, tehát onnét csak energiákat tudunk gyűjteni, úgyhogy az óvisok gyakorlatilag reméljük, hogy olyan nagyon nagy megterhelést vagy nagyon nagy hátrányt ebből az egész járványügyi helyzetből nem érzékelnek. Azért intézményi vezetőként gondolom, hogy ez a teendő azért egy kicsit más most. Így van, tehát én azt gondolom erről az egészről, hogy egyfolytában félni nem lehet a betegségtől, úgyhogy amennyire lehet, azokat a védelmi intézkedéseket megtesszük. Vezetőként elég nagy felelősség, hogy a dolgozók hogyan érkeznek be, és a felnőttek viselkedése, de az én két intézményemben nagyon fegyelmezetten működik ez a dolog, és igyekszünk a lehető legkevesebb felületet adni ennek a javajának. Egyébként én viccesen azt szoktam mondani, hogy én szeretem ezt a vírust, mert a gyerekeket nem bántja. Úgyhogy... Jó, azért mi beszélhetünk arról is egyébként, hogy vannak azért ennek jó oldalai is, tehát azért hozott szerintem mindannyiunk életébe olyan jellegű változást, ami nem feltétlen negatív. Még egy pillanatra visszatérve ide az óvisokhoz, hát a legkisebb korosztályról beszélünk, és én emlékszem, hogy amikor iskola, illetve óvodakezdés volt, akkor még én voltam kint nálatok, amikor az első kis totyogók oda bementek, és hát szörnyű lehet az, hogy nem mehet mondjuk egy ennyire picikével be a szülő, és hát, hogy tényleg itt ők már nagyon be vannak dobva a mély vízbe. Még az enyémek is, mikor, hát még ugye általános iskolában alsó tagozatosok, és én is azt figyeltem meg, hogy nagyon nehéz volt elengedniük a kezemet, de meg kellett szokniuk egyik napról a másikra, hogy anya, most már nem jön be az udvarra, hiába üvöltök, bármit csinálok. Igen, ez nyilvánvalóan a mostani befogadós kiscsoportosoknak ez egy nehéz év volt, de képzeld el, így is be lehet őket fogadni, és így sincs nagy sírás, annyira rugalmasak a gyerekek, hogy ezt a 2-3 napot a szülőknek nyilván megengedtük. A szülő is sokkal nyugalmasabban hagyja ott, ha azért látja a környezetet, látja, hogy mi történik. És fantasztikus ügyesek a 3 évesek. Tehát annyira édesek, mikor az ajtóba elengedve kis batyúval jönnek a folyosón, tudják, hogy melyik helyre kell bemenniük, és annyira gyorsan megjegyezték. És igen, pozitív hozadék az, hogy egyedül öltöznek. Tehát az ilyen 3-4 éves is ragyogóan nekiáll, és nem várja meg még anya lehúz róla mindent, hanem azért nekiáll és csinálja. Akkor ez mondjuk lehet, hogy egy pozitív változás, mert gondolom azért
ugye az enyémek, elárulhatom a nézőknek, hogy a te óvodádba járt mind a kettő is, és hát még azért mi jelentősen ennyi idősen öltöztettük őket. Így van, tehát azért mondom, hogy ez mindenképpen pozitív hozadéka, hogy a gyerekek önállóságot tanulnak. Nyilván elmagyarázzák nekik a szülők, hogy ez miért van, mi is elmondtuk nekik, hogy miért van. Kicsit az elején megszeppentek, de gyönyörűen beálltak aztán most már az óvoda idénbe. Középiskolában mi újság? Ugye ott most javában megy a ment a digitális oktatás, igen. Már márciustól kezdve ugye át kellett állni. Hogy vettétek az akadályokat? Igen, hát a március az nagyon jó próba volt nekünk az online tanítás tekintetében, hát először nagyon-nagyon furcsa volt, és rá kellett jönni arra, hogy bizony-bizony a kompetenciáinkra nagyon szükség van, a digitális kompetenciára nagy szüksége van a pedagógusnak, oktatónak, diáknak egyaránt, és hát a tavasszal is vettük az akadályokat, akkor még hát mondhatom azt, hogy tanulmányoztuk az online tanítást, viszont azt gondolom, hogy megfelelő gyakorlatot szereztünk ahhoz, hogy hát sajnos, de november 17-től át kellett állnunk erre az online tanításra, illetve hát a tanulóinknak is ez nagyon nehéz időszak. Azt kell mondjam, ellentétben a kedves kolléganőmmel, hogy a tanulóinknak ez nem csak fizikális megterhelést jelent, mentális megterhelést is jelent, ugye nagyobb tanulókról beszélünk, és hát ugye nem csak a közismereti óráikat kellett online megszerveznünk, hanem a gyakorlataikat. Ugye a mi iskolánk egészségügyi ágazatban képez tanulókat, illetve környezetvédelem vízügyi ágazatban, illetve pedagógia szakgimnáziumi osztályunk van, és ez mindegyik gyakorlatigényes ágazat. És hát először ugye az online gyakorlatokat kellett megtanulnunk nekünk is pedagógusoknak, de azt gondolom, hogy most már jó gyakorlatot szereztünk ebben, és hát nekünk is tanulni kellett a tanulókkal együtt ennek a metodikáját, hogyanját. Azt gondolom, hogy a körülmények ellenére jól vettük az akadályokat, sikerült a tanulóknak is biztosítani az eszközöket. Hát körülbelül 40 eszközt adtunk ki, laptopot és tabletet a diákoknak, így próbáltuk az eszközhiányt pótolni. Na most pedagógus kollégáim is mindent megtesznek annak érdekében, hogy fejlesszék a digitális kompetenciáikat folyamatosan, erre szükségünk van. És éppen az elmúlt napokban pénteken volt a fél év záró értekezletünk, és úgy rácsodálkoztam, hogy milyen sokan vettek részt továbbképzésen. A tantestület 70%-a, és zömében ezek online továbbképzés, tehát online technikák megvalósításával foglalkozó képzések, tehát különböző felületeknek a használata például. Na most a második fél évben az online gyakorlatokat fel kell, hogy váltsa a demonstrációs termi gyakorlat, illetve a laborgyakorlat, illetve ha a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházzal meg tudunk állapodni, akkor még akár ki is kerülhetnek a gyakorlataink, ez a járványhelyzettől függ. Úgyhogy most jelen pillanatban ennyit tudok mondani, de azt gondolom, hogy a felelősség nagy, ezt átérzik a tanulók is, és mi is. És bátran mondhatom azt, hogy a tanulóknak nagyon kicsi százaléka az, aki nem kapcsolódik be az órákba. Tehát teljesen meg tudtuk valósítani a fél évet, gond nélkül le tudtunk zárni mindenkit, tehát most azon izgulunk egy kicsit, hogy a szakmai gyakorlatok lehetőség szerint a képző, tehát a munkahelyeken valósuljanak meg. Igen, az előbb, hogy most többször is említetted ezt az online gyakorlatot, egy ápoló esetében eddig mi volt? Mert ugye most mondtad, hogy tudnak majd esetleg menni a kórházba, de eddig miből áll egy eddig gyakorlat? Eddig azokat a témákat vették előre a kolléganők, ami elméletigényes gyakorlat, és ami bemutatható, a beavatkozásoknak a menete, amit demonstteremben föl tudtak venni a kollégáim, és akkor azt be tudják mutatni, vagy például a környezetvédelmi vagy vízügyi laborban, például a laborasszisztens kolléganőm elkészítette a gyakorlatokat, ezt felvettük, és ezt játszottuk be a tanulóknak. Tehát egyelőre így oldottuk meg a nehézségeket, és ha nem enyhül a
járványügyi helyzet, akkor a demonstrációs teremben leszünk kénytelenek folytatni tovább a gyakorlatokat. Nagyon jól felszerelt demonstrációs termeink vannak, olyan ambubabákkal, amelyek tényleg helyettesíthetik az élő ember, de azért azt mondom, hogy a valóságban kell megtanulni a diákoknak, és ezért nagyon-nagyon szeretnénk, hogy vizsga előtt egy-két hónappal legalább ki tudjanak menni a tanulóink, a felnőttek is, ugye felnőtt oktatás is van nálunk szép számmal, és hát a nappali oktatásban résztvevők is úgy szintén. Most egy érdekes dolog jutott egyébként eszembe, hogy most többször találkoztunk pályaorientáció, igen, pályaválasztás kapcsán, ugye? Igen. Az Együtt magazinunkban is szerepelt az, igen, iskola, és az jutott eszembe, hogy mennyire, mit láttok, hogy mennyire motiváltak mostanában a fiatalok, mondjuk ezt a helyzetet tekintve is, mert hát nagyon nagy szükség van, ugye most azért megmutatkozott az ápoló, illetve az egészségügyi szakember. Hát igazándiból motiváltak. Motiváltak, mert különösen a végzősök, 11-12-esek, illetve a felnőttek, mert látják azt, hogy nagyon fontos, hogy ismereteket szerezzenek. Tehát nem lehet úgy kimenni, hogy majd elméletben megtanulunk valamit, aztán lesz velünk valami a gyakorlatban. Nem, mert szükséges az ismereteknek a megszerzése, motiváltak, és külön szeretném megemlíteni a felnőtteket, akik szociális otthonokban dolgoznak, illetve a kórházban, vagy egészségügyi intézményben dolgoznak, és nagyon nehéz ebben a szorított helyzetben még nekük a tanulmányaikra is koncentrálni, és ragyogóan helytálltak. El kell mondjam azt, hogy ugye az új képzéseinkben ágazati alapvizsgát tettek a felnőttek most, és a környezetvédelem vízügyben egy kivétellel mindenki ötösre vizsgázott le, illetve az egészségügyben is 4,8-as volt az átlag, tehát nagyon motiváltak. A kicsik természetesen a 9-esek, 10-esek még nem a szakmára koncentrálnak, ők szokják az online oktatást, de jók a tapasztalataink. Hát mindig van persze olyan tanuló, aki megpróbál nem részt venni az órákon, de azért akkor, amikor a számunkérésre vagy ellenőrzésre kerül sor, előbb-utóbb azért ők is teljesítenek, illetve hát az osztályfőnök megkeresi muszáj őket. Nekik. Muszáj nekik. Igen, muszáj, előbb-utóbb muszáj. Viszont még visszatérve arra, hogy hogyan viselik a tanulók mindezt, én mondanám, hogy hogyan viselik a pedagógusok is. Mentálisan ez azt gondolom, hogy mindenkinek már nagyon nagy erőt próbáló időszak, és hát örömmel mondhatom azt, hogy az iskolapszichológusunk, illetve az Alba Bástya segítő, szociális segítőnk nagyon sokat segít nekünk a mentális jólétben, ezt mondhatom így, és hát a szakképzési centrumunk főigazgatónője is ezt nagyon a szívén viseli, és külön a honlapunkon egy ilyen mentális jólét fület hoztunk létre, amiben ilyen túlélési technikákat, idézőjelben túlélési technikákat adunk meg a diákoknak, természetesen a szakemberek irányításával, egy kis torna, egy kis légzőgyakorlat, vagy pedig olyan fogodzót adunk a szülőknek is, akik rászorulnak, hogy a nap 24 órájában hívhatják ezeket a szakembereket. És nagy szükség van mindenre, ezt tapasztaljuk. Az általános iskolában mi a tapasztalat? Ott már azért, ott még nem nagyok, de nem is kicsik a gyerekek, igen, és hát gondolom, hogy azért most már rutinszerűen megy minden nálatok, és talán most nincs olyan nagy változás, vagy hogy látod? Igen, hát egy aktív és nem könnyű időszak áll mögöttünk. Ugye mi is a márciusban a digitális tanulás után szerencsére sikeres tanévet zártunk, és most szeptembertől hát mi azt mondhatom, hogy egy szerencsés helyzetben személyes jelenléti oktatással kezdtünk, és tulajdonképpen ez meg is maradt nekünk. De vissza kell csatolnom, nem könnyű, tényleg nem könnyű sem a gyerekek szempontjából, sem a pedagógusok szempontjából, sem a szülők szempontjából. Nagyon sok feszültség, nagyon sok erőpróba csapódik le így az iskolában. Hát nálunk is rengeteg szabály megváltozott, rengeteg új szabályokat kellett behozni, tehát a
nem jöhetnek meg szülők, például első és legnehezebb feladat, főleg az elsősöknél nálunk. Érdekes, ha hallgattam az óvisoknál, hogy önállóságra nevelte őket, valószínűleg az elsősöket is, de azért a szülő nagyon nehezen engedte. Ő azért szerette volna látni a tantermet, szerette volna látni azt a padot, ahogy beül az iskolapadba, vagy az elsős kisgyerek, illetve hát megoldottuk egy kicsit, szerencsére földszinti termek voltak az elsősök, és akkor az udvar felől azért az ablakon bekukucskálhattak az első napokban, meg lefotózhatták ugye az első nap az iskolában, azért ez egy mérföldkő a kisgyereknél. Szóval nagyon-nagyon sok feszültséget, problémát, vagy inkább kihívást jelent ez az időszak, de azt gondolom, hogy igyekszünk helytállni. Most így, mint a általános iskolás alsó tagozatos szülő is meg tudom ezt erősíteni azért, hogy nekünk is nagyon nehéz, mert amíg megvolt az, hogy minden nap bemehettünk az iskolába, talán a tanítónénivel egy pár mondatot tudtunk váltani, addig ez most nincs, és tényleg a kapcsolattartás az annyira nehéz. Nálunk is most, hogyha hazamegyek, éppen online szülői értekezlet lesz, de legalább van, tehát hogy ennek is örülünk most már. És hát akkor ezek szerint a mai technika vívmányai azok nagyon-nagyon sokban segítik a ti munkátokat. Megmaradnak egyébként majd, hogyha már reméljük záros határidőn belül visszatér az életünk, akkor azért lesznek ennek hozadékai, ugye? Megmaradnak nálatok majd ezek akár a digitális oktatás egy része, vagy ilyesmi? Mindenképpen megmarad, meg még szeretnék visszacsatolni a kolléganőhöz, hogy a szülők, ugye hát nálunk is azért nagyon fontos az, hogy a szülők szeretnék tudni a tanulók előre menetelét, és hát nagyon fontos a közös gondolkodás, az együtt nevelés, és bizony ezt már az idei tanévben online tudtuk megvalósítani. És ami nagyon fontos, ugye nálunk a beiskolázásnak is igen nagy jelentősége van, és ugye a nyílt napjaink és az összes ilyen pályaválasztási fórumunk elmaradt, illetve nem maradt el, csak módosult, más módon valósult meg. Igen, úgyhogy nagyon sok kisfilmet készítettünk, hát itt a televízióban is volt lehetőségünk megnyilatkozni, illetve a Vörösmarty Rádióban, a Hírlapban, és számos más médiát vettünk igénybe, hogy megismerjék a mi munkánkat. Online nyílt napot tartottunk, és azt gondolom, hogy hát így el tudtunk jutni valamilyen szinten a szülőkhöz és a tanulókhoz, illetve a Facebook ugye az nagyon, nagyon jó, és a szájhagyomány azt gondolom, hogy szintén nagyon jó. A legjobb talán, ami a szülők véleménye megy tovább, illetve a tanulók véleménye. Úgyhogy, hát, és ezt meg tudtuk tanulni, és a későbbiekben visszatérve a kérdésedre, igen, alkalmazzuk, tehát több esetben, például a hiányzik a pedagógus, mondjuk kontaktoktatás van, jelenléti oktatás van, és valami miatt nem tud jelen lenni a pedagógus, akkor természetesen helyettesítés van, de online módon felteszi az anyagot, és akkor a tanulók azt át tudják nézni. Nyilván, hogy ez nem helyettesíti a konzultációt, illetve a kontaktórát, de akkor is kisebb a lemaradás, hogyha ezt már ő tudja prezentálni, vagy olyan anyagot tölt fel, ami a YouTube-ról elérhető, vagy egyéb más applikációkról elérhető, és akkor ennek alapján tudnak dolgozni. Például idegen nyelvből is, vagy egyéb más tantárgyból ez nagyon jó lehetőség. És az óvodában és az általános iskolában mennyire maradnak meg a dolgok? Azt mondjátok, és tegyétek le a nagy esküt, hogy az nem fog megmaradni, hogy nem mehetnek be a szülők az intézménybe, mert szerintem az mindenkinek kitolás lenne. Ez biztos, hogy, tehát én ezzel kezdtem volna, hogy azért mi az óviban sok mindent azért nem szeretnénk megtartani ebből, vagy hát legalábbis az óvodában elkerülhetetlen a testi kontaktus, a szülővel való közvetlen kommunikáció, tehát még annyira nagy az igény arra, hogy a 3-6 éves korosztálynál azért ez napi kapcsolat legyen, hogy ez a legnagyobb vesztesége a szülőknek. Nyilvánvalóan, hogy minél hogy kevés információ. Még néha egyébként a normál években is úgy érezték, hogy kevés az információ, hát még most, amikor tényleg alig van mód rán. Nyilván nálunk is a pedagógusok megoldották online és telefonon, tehát használtuk ezeket az eszközöket mi is, de azt gondolom, hogy itt még nálunk ez majd, hogyha visszatérünk a rendes kerékvágásba, akkor ez személyes is marad. És hát nyilván az óvónénik nem tudnak úgy oktatni, és nem tudnak úgy tenni, hogy a gyerekek ezt
online utánoznak, bár azért a márciusi zárvatartásban próbálkoztak az óvodapedagógusok is, tehát nem mondom, hogy ez a fajta fejlődés a pedagógusoknál nincsen meg, mert aki eddig teljesen tiltakozott az online tér, és ezek azok is beleálltak, és töltöttek le anyagokat, és küldtek haza különböző ötleteket, akár mozgást, akár ábrázolást, tehát tartották a kapcsolatot, sőt volt olyan kolléganő, aki folyamatosan mesélt, vagy egy olyan csoportom, ahol a kolléganők meséltek a gyerekeknek, hogy a hangjukat is hallják, amikor zárva voltunk. De igazából azért azt gondolom, hogy ez a korosztály, ez kifejezetten a személyes kontaktusnak az ideje, tehát mi azért sok mindent nem szeretnénk megtartani, szeretnénk, hogyha inkább most már majd rendesen kommunikálhatnánk mindenkivel, de az óvónéni nem tudja megállni, hogy ne ölelgesse a gyereket. Tehát én azt gondolom, hogy vírus ide, vírus oda, mi ölelő kalokkal várjuk reggelente a gyerekeket, tehát annyira nem tudunk félni, hogy a síró gyereket ne vigasztaljuk meg. Úgyhogy... És az általánosban? Hát mi szeretnénk megtartani, azért a digitális oktatásnak voltak előnyei, ugye ma már a 21. század egyik legnagyobb vívmánya, hogy ilyen eszközöket tudunk az oktatásba becsempészni, és az internet világával tulajdonképpen pillanatok alatt információkat tudnak gyűjteni. Próbaképpen egyébként van egy olyan évfolyamunk, egy olyan osztály is, ahol például péntekenként csak digitális oktatás folyik a jelenlétiben is, tehát kirakják a 30 darab tabletet az asztalra, illetve a notebookokat, és akkor tulajdonképpen ezen keresztül jelenléti oktatással, tanári irányítással folyik az oktatás, nagyon élvezik a gyerekek, mondanom sem kell. Illetve még a pedagógusoknak is volt olyan vélemény, hogy nagyon-nagyon hasznos volt például, amikor hirtelen meg kellett dolgokat beszélni tantestületnél, és egy online tantestületi értekezletet tudtunk megszervezni, ugye akinek nem kellett várakozni a kezdésig, tehát rengeteg időt meg tudtunk takarítani, vagy spórolni ezáltal, hogy gyorsan be tudtunk lépni az online értekezletbe, illetve hát volt, aki otthonról lépett be, és ugye ezzel is nem kellett utazás időt is fenntartani. Igen, úgyhogy igen, ez is nagyon-nagyon hasznos volt, úgyhogy ilyen biztos, hogy még fog a jövőben, hogyha már lesz rendes jelenléti oktatás is. Még annyiban szeretnék csatlakozni Erikához, hogy igen, ezeket az előnyöket én is azt gondolom egyetértek veled, de amit nagyon hiányolunk, mert azért nagyon hiányoljuk a gyerekek jelenlétét, hát azért vagyunk pedagógusok, hogy együtt legyünk a gyerekekkel, és közösséget alkossunk, és a kollégáimat is nagyon hiányoljuk. Most az elmúlt pénteken jelenléti volt a fél év záró értekezlet olyan tekintetben, hogy a nagy tornateremben voltunk, a járványügyi előírásokat betartottuk, és olyan jó volt találkozni, egy kicsit elbeszélgetni, és bizony a gyerekek is nagyon-nagyon szeretnének már jönni. Tehát annyira fáj nekik idézőjelbe ez az online oktatás. Tehát azért csak a közösségük hiányzik, a barátságok, pláne a vidéki tanuló, aki gyakorlatilag leterhelt ebben az online oktatásban, szinte ki se tud jönni a falujából, vagy az otthonából, hiszen közösségi terek most nincsenek nagyon, hiszen nem tudnak menni a tanulók sehová se gyakorlatilag, ha csak egy-két barátja nincs neki ott a környezetében. Tehát a közösség az nagyon-nagyon hiányzik. Nagyon, most érezzük a hiányát annak, hogy nincsenek közösségi programok, a szalagavató. Hát nem is tudom, hogy mi lesz, hogyha nem tudjuk ezt utólag, tehát úgy mondom, hogy még a tanévben ezt pótolni, hiszen a tanulóknak, a végzősöknek ez egy olyan gyönyörű ünnepség, várják, már szeptemberben erre készülnek, hogy hát a szalagavató, nagyon nagy élmények. Úgy, ahogy ugye március és a tavasz időszakban is ugye a ballagás is elmaradt, hát ezek nagyon nagy hiányérzetet okoznak. Az évnyitó, az évzáró, nagyon nagy hiányérzetet okoz nekik. Jó lehet, szeptember-októberben sikerült megvalósítani a mazsolavatónkat, illetve azért néhány rendezvényt még akkor, amit engedélyeztek, ugye meg tudtuk valósítani, de hát az iskola az nem azért van, hogy üresek legyenek a padok. Igen. Igen, tehát nagyon-nagyon, tényleg nagyon hiányoznak a tanulók, meg a kollégáim is. És egy szülői véleményt, vagy hát a kis sztorit is hadd meséljek el, hogy én előszeretettel szoktam a kisebbik lányoméknak az osztályában pedagógus napra felkészíteni. Illetve hát azt nem mondhatom, hogy szoktam, mert egyszer sikerült, egyszer meg nem, és most majd jön a harmadik. De hogy az első alkalommal így titokban felkészítettük
a gyerekeket, illetve hát leginkább én, és akkor volt egy-két segítőm, betanítottam nekik egy éneket, és kettőt, és ahhoz ugye be kellett mindig szoknom az iskolába, minden óra előtt ilyen nagyon halkan vittem a bluetooth-os kihangosítót, és akkor ott nagyon halkan mondtam, hogy halkan énekeljetek, így énekeltük el, és amikor meg már lehetett, akkor teletorokból csináltak, és csillogó szemekkel, nagyon aranyosak voltak a gyerekek. Hát eljött ez a tavalyi időszak, és hát én próbáltam, hogy akkor, de nem adjuk ám fel, egyik ilyen online oktatásos óra után mondtam a szülőknek, hogy figyelj, maradjatok itt, beszéljük meg, mert ki kell, hogy találjuk, hogy hogy fogjuk meglepni a pedagógusokat. És minden erőnkkel azon voltunk a gyerekekkel, 30 gyerekkel, hogy online összehozzuk azt, hogy énekelnek, meg volt benne, lett volna benne furúja, meg már nem is tudom, hogy milyen műsorszámok, és képzeljétek, hogy egyszerűen nem jött össze az online éneklés, mert mindenhol visszhangzott, meg minden, tehát többsebből vérzett a dolog, úgyhogy a végén feladtuk, és akkor csak virágcsokrot küldtünk kedves szavakkal a tanítónéniknek, de ugyanúgy nagyon-nagyon örültek nekik, de hogy nekünk meg például ez nagyon hiányzik, tehát hogy ilyen is. De a szándék megvolt, és azt gondolom, hogy ennek is volt hozadéka, mert azért a tanulók készültek rá, és azért azt tudták, hogy ők így is készülhetnek, hát nem úgy sült el, de azt gondolom, hogy ennek is volt nevelő értéke. Pozitív hozadéka, hogy megtanuljuk becsülni a közösségi programokat. Így van, ez így van. De nagyon jó, amit mondtál, hogy legalább nálatok van egy platform, ahol egyébként kérem segítséget, mert egyébként a középiskolai korosztály szerintem nagyon veszélyes, hogy elmagányosodik, amit mondtál, hogy ők annyira már közösségbe élnének a kamaszkorban, hogyha ez hiányzik, hát ott hatalmas nagy handicap lehet most. Igen, ebben hát az most időszakban. Mindenképpen ugye hát a Messenger csoportok azok természetesen, vagy Facebook csoportok, meg egyéb applikációk, de a hivatalos felületünk a Create DKT, de ezen kívül a Google Classroom-ot is használjuk, Redmentát, Zoomot, tehát különböző Discordon vannak a nevelőtestület, vagy oktatótestület értekezleteink, úgyhogy hogy tényleg hát hasznos dolog is, mert akár otthonról is le tudjuk vezényelni, bár mi vezetők azért benn vagyunk az iskolában mindig, mert ez azt gondolom, hogy ott a személyes részvétel fontos. Lehet otthonról is, de az nem annyira hatékony. Úgy gondolom. Na, egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez. Ugye, ha jól tudom, jól gondolom, akkor mindannyian évtizedek óta a pályán vagytok. Hogy kezdődött? Kinél hogy kezdődött? És mindig is ezt szerettétek volna csinálni, amit most csináltok. Honnan induljunk? Tőled induljunk. Jó. Hát, hogy miért lettem tulajdonképpen pedagógus? A kezdetekben talán az a legegyszerűbb, vagy legőszintébb válasz, hogy mert talán el se tudtam soha képzelni, hogy más is lehetnék. Az az igazság, hogy egy ösztönszerűen talált meg engem a pedagógia, minden nagyobb rendezvényen, minden családi összejövetelen, nagyon gyorsan a gyerektársaság középpontjába találtam magam, és nagy lelkesedéssel foglalkoztam velük, játszottam, meséltem nekik, és akkor ez úgy később egy tudatos döntésé is érett. Ez a gondolat akkor, amikor tovább tanuláson kellett gondolkodni. Olvasni nagyon szerettem, a verseket tanulni, úgyhogy innentől kezdve a könyvtár, a könyvek világa, meg a magyar az adta magát. És innentől kezdve a pedagógia első percet. És akkor hogyan tovább? És akkor innentől kezdve tulajdonképpen hát pedagógiai főiskolára mentem, illetve hát a főiskola után pedig egyetlen egy állásinterjúm voltam egész életemben. Emlékszem, nagyon izgultak a szüleim, amikor a Vörösmarty Mely általános iskolába elvittek, hogy vajon mi lesz a válasz, és akkor onnantól kezdve még aznap megkaptam, hogy igen, számítanak rám, és azóta ott vagyok. Ennek hány éve van? Hát már 3 évtized, úgyhogy most már 30 éve lesz, hogy a Vörösmarty egyetlen egy munkahelyként. És hát intézményvezető helyettes voltál. Igen, igen. Hosszú éveken keresztül, majdnem közel 10 évig igazgatóhelyettesként dolgoztam, és akkor most 2019. augusztus 22-én kaptam meg a felkérést az intézményvezetői feladatok ellátására, úgyhogy ez még egy friss dolog. És most gondolom jók a tapasztalataid. Igen, igen. Ehhez azért az kell, hogy legyen egy nagyon támogató háttér, tehát, hogy a pedagógusok megbíztak bennem, és akarták, hogy tulajdonképpen ott legyek az intézmény
élén, és együtt szervezzük és végezzük a feladatokat, illetve ugyanígy a szülői támogató légkör, illetve hát a fenntartó nyilván, és a város támogatását is az ember élvezi, és ez nagyon sokat segít. Éva, nálad hát vagyok? Én 41 éve vagyok a pályán, úgyhogy én már nagyon régóta, 80-ban kezdtem, és a Petőfi Sándor általános iskolában kezdtem tanítani, történelmi orosz szakos vagyok eredetileg. Aztán az idő úgy hozta, hogy a rendszerváltáskor ugye váltottam én is, az angol nyelvre elvégeztem az angol szakot, és tanítottam Fehérvár első magániskolájában, aztán a Comenius nyelviskolában, a rendszerváltás után, és 1992-ben kerültem az egészségügyibe. És hogy miért az egészségügyibe, ez sem véletlen. Annak ellenére, hogy közismereti szakos vagyok, és nem szakmás, nekem ez az iskola mindig nagyon-nagyon tetszett. Annak ellenére, hogy akkor szakközépiskola volt, nagyon jó légköre volt, tanulmányi eredmények olyanok voltak a tanulóknál, fegyelem volt, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és addig-addig pályázgattam, míg nem sikerült, 92-ben egy angol szakost kerestek, és akkor volt lehetőségem idejönni, és 95-ben felkért igazgató úr a helyettességre. Ez ugyan 2,5 év után történt, ez olyan nagyon hirtelen dolog volt, de elvállaltam, és hát gyakorlatilag egészen 2010-ig általános helyettesként dolgoztam itt az intézményben. Elég sok mindent megértem. Rengeteg sok tantervváltást, nagyon sok mindennel találkoztam, rengeteg fenntartóváltást megéltem, és azonban azt gondolom, hogy ez az iskola szeretete továbbra is megmaradt, és az iskola légköre is továbbra is megmaradt, az a légkör, ahol jól érezzük magunkat. Szabó Gyula igazgatóurral dolgoztam együtt, és úgy alakította ennek az iskolának az atmoszféráját, ami követésre méltó, és én is ezt szerettem volna továbbvinni, illetve úgy gondolom, hogy sikerült továbbvinnem. Én még ebben a tanévben dolgozom, és június végével szeretnék elmenni nyugdíjba, lejár ez az 5 éves igazgatói megbízatásom, és hát elmegyek, de nagyon sajnálom, megmondom őszintén, életem legszebb éveit töltöttem el ebben az intézményben. Nagyon sok újításban, projektben vettem részt, és nagyon sok szeretetet kaptam a diákoktól. Nagyon-nagyon szeretek velük együtt dolgozni. El kell mondjam, sokan azt mondják nekem, hogy hú, hát neked biztos nagyon nehéz a mostani fiatalokkal. És mondom, nem, ne higgyétek. Ezt őszintén mondom, hogy nem a fiatalokkal nehéz. A fiatalok jönnek valahonnan, és nagyon-nagyon sok hiánnyal jönnek. Érzelmi töltés kell nekik, szeretet kell nekik, amire nagyon ki vannak éhezve, és azt gondolom, hogy nincs rossz gyerek. Ez nagyon fontos. Én nekem soha nem volt fegyelmezési problémám senkivel se. Ha volt egyéniségek, azokat úgy kellett kezelni, ahogy el kellett fogadni őket olyan egyéniségnek, amilyenek, az a jó. Azt gondolom, az a jó. És ezek a kihívások, ezek jó dolgok. Most is úgy vagyok vele, hogy sok a probléma. Persze, hát melyik iskolában, vagy bárhol az élet területén van probléma, megoldjuk, kész. Azért vagyunk ott, hogy... És nagyon fontos, amit mondtál, hogy nem egyedül vagyok. Nem. Olyan közösségem van, akire bármikor építhetek. Olyan helyetteseim vannak, gyakorlati oktatásvezető helyettes, akikkel le van osztva a feladatunk, és megoldunk mindent, amikor probléma van. Most beteg az egyik helyettesem, lehet, hogy több hétig nem jön, elosztottuk ma reggel a munkát, együtt fogjuk csinálni. Nincs olyan, hogy nem lehet, meg kell csinálni, és meg fogjuk, az biztos, biztos vagyok benne. Erika? Ez nagy boldogság, hogy középiskolai pedagógustól azt lehet hallani, hogy a szeretet mennyire fontos. Igen. Nekem óvodapedagógusként ez nagyon-nagyon melengeti a szívemet, mert ez nagyon fontos szerintem is. Hát én igazából azt gondoltam, hogy ilyen dinoszaurusz vagyok, de úgy tűnik nem, mert hogy én 83-ban, amikor a Tolnai Liceum óvoda nyitott, nyitáskor szintén az első munkahelyemre mentem nagy izgalommal, és azóta is ott vagyok. Tehát gyakorlatilag a nyitás óta a Tolnai utcai óvod az életem jelentős részét teszi ki.
és aztán utána voltak változások, ahogy ezt Szilvi is tudta, és mondja, hogy azért volt bőven egy óvoda, két óvoda, három óvoda, aztán most megint kettő, úgyhogy ezek a változások, ezek mind így az ember életében, hol fájdalmasan, hol pozitív irányba mennek, de igen, én is alapvetően állítólag az anyukám szerint már az óvodában óvónéni akartam lenni, tehát elég régóta hoztam ezt, és nem is volt gyakorlatilag ugyanígy, ahogy nálad kérdés, mert már imádtam az óvónénieimet, imádtam az óvodát, és én mondtam, hogy én óvónéni akarok lenni. Nagyon remek általános iskolás osztályfőnököm volt, aki már 8-ban beállított erre, mert akkor még a Vasváriban volt ugye szakközépiskolai szinten óvónőképzős, ami fantasztikus volt. Nagyon-nagyon sokat köszönhetünk szerintem, nem csak én, hanem nagyon sok pedagógus a Vasvári Pál gimnáziumnak és szakközépiskolának, fantasztikus jó volt a pedagógus képzése. Egy kicsit talán visszajön nálatok is ez az új képzés, bár nem annyira konkrétan, de azért nagyon várjuk ezt a pedagógiai irányultságú szakot, hogy egyébként a nagyon nagy pedagógus hiányt és nagyon nagy óvónő, óvodapedagógus hiányt majd valahogyan azért jó lenne, hogyha sikerülne megoldani ezzel, hogy már a szakközépiskolában is adunk egy irányt a gyerekeknek, hogy milyen ez a világ és hogy megszeressék. Ez egy fantasztikus pálya szerintem, tehát összességében azt gondolom, hogy gyerekekkel foglalkozni az ember mindig fiatal marad, játékos marad, az, hogy a szeretett kapcsolatot kiépíti egy gyerekkel, azt a fajta bizalmi légkört, azt nem lehet visszaadni más pályán, tehát ezt szerintem nem kapjuk meg máshonnét, úgyhogy ez nagy szerelem, ez a pedagógus pálya szerintem, aki itt maradt és jelen körülmények között szívét, lelkét kitéve dolgozik ebben, az biztos, hogy nagyon elvetemült és szereti azt, amit csinál. Még visszacsatolnék hozzád a Vasvári gimnáziumra, én is oda jártam. Csak én zenei tagozatra jártam, de azt gondolom a gimnáziumnak, és akkor jártak oda az óvónők is, igen, tehát volt óvónőképzés, és azért ott egy humán műveltséget is kaptunk. Én is mindig pedagógus szerettem volna lenni, nem is gondolkodtam másban, csak abban. És volt egy olyan osztályfőnököm, a Hartyányi Judit, aki hát fantasztikus volt szakmai tudásban, emberségben, és nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy az ő mintáját kövesse az ember. A mai napig dolgozik, és a mai napig is fiatalos, nagyon sokat dolgozik, és számomra a mai napig is. És kell a tanulóknak, kell a fiataloknak a példakép, ha nem is ha nem is egy pedagógusban látják meg, hanem több pedagógusban, de fontos, hogy mi milyenek vagyunk. És ez sokszor elsikkad. Még középiskolában is a tanulók a tanárnak tanulnak, nagyon sok esetben én ezt tapasztalom. Így van, az óvodában ez alap. Igen, tehát aki magával tudja vinni, ragadni a tanulót, annak tanulnak a gyerekek. Tehát azért nagyon fontos az, hogy én mit adok át, milyen példával állok elő. Igen, tehát nagyon, nagyon fontos. Nagyon fontos. Az alázat is. Az alázat is. Az is nagyon fontos, igen, egyébként, hogy csapatban, igen, lehet dolgozni. Igen, tehát nagyon fontos, hogy az embernek abszolút milyen kollégái, igen, vannak, milyenek, igen, a vezetőtársak, igen, és, igen, milyenek a beosztott kollégák. Igen. Tehát fantasztikusan, igen, sokat tudunk mi is egymástól tanulni is, igen, meg egymásnak erőt adni is abban, hogy minden nap tudjuk. Igen, csinálni. Meg vannak problémák, tehát nem azt mondjuk, hogy minden gyönyörű, szép, nem, hanem a problémák azért vannak, hogy megoldjuk, és vannak konfliktus helyzetek is, de ezeket is meg tudjuk oldani, hát hol nincsenek, mindenütt vannak, de ez azt gondolom, hogy kezelhető mindenkor, megfelelően kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és így jutunk előre. Picit most akkor hozzátok csatolok én is, mert hogy mindegyőtök elmondta, hogy az első munkahelyének tekinti, illetve hát nagyjából. Bár én is mondom azt, hogy nem vagyok pedagógus, bár az annak tanultam, én is angoltanárként végeztem az egyik szakmám, vagy egyik végzettségem, és hát nekem is az az első munkahelyem egyébként. No, de viccet félretéve. Ti nektek azon kívül, hogy a szeretetet adja nektek, a szakma szeretetét adják a gyerekek, mi mindenre tanított meg titeket még egyébként? Nagyon sok mindent gondolom, hát az alázatot, emberséget és mindenfélét. Talán a tisztelet a gyerek személyiségének, illetve a szülőnek, meg a pedagógus egymás iránti tisztelete, az biztos, hogy nagyon sokat számít. Az alázat, igen, a szakma iránti alázat.
Azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden emberi érték, az, ami fontos, az itt megtalálható ebben a pályában, ezen a területen. Ami most felértékelődött igen, egyébként. Igen. Igen, én is azt gondolom, hogy a tisztelet szülő, pedagógus, tanuló iránt. Nagyon fontos a tanuló iránt. Azt kapom vissza, amit én adok a diáknak. És mindenképpen a kapcsolatok. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy hogyan alakítjuk a kapcsolatainkat ott a közösségen belül, a szülőkkel, a diákokkal, aztán az önképzés. Nagyon-nagyon fontos, hogy végeztünk valamikor, nagyon régen, és ahhoz, hogy most visszacsatolok az online tanításhoz, rengeteg mindent kellett időközben megtanulni, vagy azt mondom, hogy én is a nulláról kezdtem el az angolt tanulni, a 89-ben 3 év alatt felsőfokú nyelvvizsgát tettem, úgyhogy kisgyerekem volt, elsős, másodikos, és akkor elvégeztem az egyetemet mellette. Úgyhogy tehát más is tette ezt, nem csak én, tehát nem gondolom, hogy ez olyan egyedüli dolog, csak az állandó önképzés nagyon-nagyon fontos, lépéstartása a jelennel, és hát az emberi kvalitások nagyon-nagyon. Azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen az értékeket kell képviselni, átadni, bármilyen időszakot is élünk, bármilyen értékválság van a társadalomban, nekünk akkor is tudnunk kell azt, hogy hogyan kell a tanulókat nevelni, a szülőket nevelni, ezt is bátran kimerem mondani, hogy hát bizony kell, sok esetben kell, vagy esetleg a fiatalabb kollégáknak is segítenünk kell, példát kell mutatnunk. És minket is természetesen a fiatal kollégák, én most magamra gondolok, természetesen őtőlük is nagyon sok mindent lehet tanulnunk. Az előbb említettétek, hogy kell egy csapat, ugye csapat nélkül nem megy, de van egy bázisotok is, egy otthoni háttér. Ahol unoka is van már például. Köszönöm szépen, így van, tehát nekem a 2020-ban ez egy meghatározó élmény, hogy bizony unokám is született, tehát én nem rossz élménnyel gondolok erre az évre, hanem mindenképpen egy pozitívum, imádom, 4 hónapos csoda. Alapvetően azt gondolom, hogy a beállítottságomnál fogva is a gyereket csoda, mert hogy állandóan gyerekek között mozgok, és minden nap rá tudok csodálkozni, hogy milyen ügyesek, mennyit fejlődnek. Az, amit az ember a szakmában tanul, legalábbis nekem kicsit kapcsolódik ehhez is, hogy a kíváncsiságot, azt mindig meg kell őriznünk pedagógusként. A gyerek is, főleg az óvodáskorosztály, mindenre kíváncsi, nyitott a világra. Az a jó óvónéni, aki hasonló mentalitással tudja ezt tenni, hogy ő is mindig nyitott a világra, kíváncsi. Most ezeket az ismereteket kell megtanulnunk, erre vagyunk kíváncsiak, de hogy összességében mindig kíváncsi, és nem olyan életunt, és nem bezárt, hanem én már kész vagyok, és akkor én tudok mindent. Tehát ezzel a mentalitással nagyon sokra a 3 éves gyereknél biztos, hogy nem megyünk, mert ragyogóak, mert ebben a világban olyanokat tudnak kérdezni és mondani, amire muszáj, hogy fölkészüljünk nap mint nap, mert hogy mindig újakat hoznak. A másik pedig, ha a szülőket meg szoktuk kérdezni, milyen pedagógus szeretnének, vagy milyen óvónéni, nagyon sokszor visszaköszön, hogy türelem. És ebben azt gondolom, hogy ebben a mostani járványhelyzetben aztán ez egy nagyon-nagyon fontos kihívás nekünk, és egyébként nem csak nekünk, hanem a szülőknek is, és mindenkinek, középiskolás gyerekeknek is nyilvánvalóan, hogy türelmesek legyünk, igen, mert hogy lassan halad az idő, hogy nem pörgünk annyira, tehát egy kicsit erre kicsit be kellett lassulnunk, és kicsit türelmesebbek legyünk egymással, mert mindenki egyformán feszült, egy kicsikét nagyobb odafigyeléssel, több együttműködéssel szerintem azért ez megoldható helyzeteket produkált még ez a nehéz világ is most. És a családra visszatérve, kik vannak még körülötted? Kik azok, akik téged, mint intézményvezetőt türelemmel tekintenek? Kislányom még a kisebbik velünk él, úgyhogy az nagyon nagy boldogság még, úgyhogy még így a családdal nem vagyunk gyerek nélkül. De mondom, azért elég sűrűn és nagyon aranyosan jönnek a nagyobbik is, és akkor így megvagyunk. És hát az édesanyám is, hála Istennek, nagyon sokat most így a járványügyi helyzetben megvan, és őt is támogatjuk, de ő is támogat bennünket, hol egy kis palacsintával, hol egyéb mással, de nyilvánvalóan ez is hozzájárul, és a barátok. Tehát a barátok ugyanúgy kell, hogy támogassák az embert, mert hogy különben azért féllábú bicebóca lenne, tehát azért fontos, hogy az embernek legyenek olyan őszinte mély kapcsolatai, amiből töltekezni tud ilyenkor. Éva, nálatok? Hát nekem van egy fiam, 38 éves, és hát a férjem, ugye, aki a tanulásom idején
vitte a háztartást, nyugodtan mondhatom azt, mert akkor volt elsős, másodikos, harmadikos a fiam, és hát a legkevesebb időm jutott ő rá, sajnos. És hát most jelenleg van egy unokám, egy 2 éves kisfiú, akivel én is azt tanulgatom, hogy milyen most játszani, és milyen jó dolog, és mindenre van türelmem, amire nem is gondoltam, hogy képes vagyok. És én nagyon jól érzem magamat a bőrömben, annak ellenére, hogy most ilyen nehéz időket élünk. Persze az ember fél valamilyen szinten ettől a vírustól, de nem ezzel telik a mindennapjaim, nem ezzel telnek. Jól érzem magamat, sokat olvasok, zenét hallgatok, hát most nem tudok menni színházba, meg koncertekre, de az életem része az, hogy operabérletem volt egészen a tavalyi évig, ide is a Filharmóniára járok. Tehát ez nagyon sokat jelent nekem, most ez hiányzik, de pótolom az olvasással jelen pillanatban, a későbbiekben pedig vannak terveim, úgyhogy nem szeretnék tétlenül ülni a jövőben. Úgyhogy támogató családom van, édesanyám még él, 89 éves, őt segítem, és nagyon jó, hogy ő még van nekem, vannak barátaim, Csókakörn ott van egy kis nyaralunk, és az ottani barátaim nagyon sokat jelentenek nekem ebben az időszakban is. Úgyhogy én jól érzem magam. Na hát ennek örülünk. És te be? Én is támogató családdal tudok, vagy családról tudok beszámolni, és rajtuk keresztül egy kicsit így az online oktatás tovább nyugét, baját, gondját, örömét látva továbbvinni, mert a férjem középiskolai tanár, úgyhogy ő otthonról tanít, illetve a gyerkőc, aki most hát már egyetemista, és kezdte volna ugye az egyetemi éveket, hát ő is otthon online oktatásban tanít. Itt egy kicsit visszatérve, hát bizony szerintem a kezdőknek, illetve a végzősöknek a legnehezebb ez a digitális tanulás, és most éppen így benne vagyunk egy kicsit a leendő elsősöknek, ugye az obisoknak milyen nagy nehézséget jelent, akik ilyenkor már járták az iskolákat, ismerkedtek a programokkal. Tényleg ezt ti hogy tudtátok megoldani? Hát nagyon nehéz, online felületeket hoztunk létre, és akkor pici ilyen pillanatokat próbálunk meg belecsempészni, rengeteg jelentkező lett, szinte napok alatt tele lett a Facebook csoport gyakorlatilag, mert annyira akkora igény van rá, hogy egy picit belekukucskálhassanak az iskolai életbe. Nem egyszerű, nem irigylemélt őket. Napi szintű a telefonok tényleg, hogy egyáltalán valamit próbáljunk segíteni, kikérdezik nyilván az óvodinik véleményét, és ti meg igen. tudtok segíteni, igen, hogy külditek picit. Az online anyagot, mi pedig küldjük tovább. Illetve hát telefonon, honlapon, meg ilyen egyéb felületeken próbálunk valami információt nyújtani. Nem egyszerű. Hát az nem az a baj, hogy nem pótolja, mert igen. Hát azért, ha az ember oda belép, akkor ott van egy légkör, amit vagy igen. megszeret igen. rögtön, vagy nem. Igen. Nálatok ugye az óvodánál szerintem inkább az, hogy ahogy, tehát itt megmarad a hagyományos, hogy szájhagyomány útján terjed az, hogy melyik óvia jó, te tudod, és akkor elmondják is ez egymásnak. Ez az, amit én is mondtam, hogy szájhagyomány útján megy ez a dolog, és nálunk is a nyílt napoknál ugye hiányzik a személyes jelenlét a laboratóriumokban, a kis kísérletek, a demonstrációs teremben, a babáknak a kipróbálása, például a csecsemő gyermek gondozóknál, tehát azért ezek érdekes dolgok, hogy aki pályát választ és érdeklődik, nagyon fontos lenne, hogy be tudna jönni, vagy a szakmák éjszakáját, hogyha említem, ami szintén olyan rendezvény szokott lenni, hogy fontos az a közeg, ahova bejönnek azok az emberek, akik ott tanulóink, illetve a tanárok jelen vannak. Nagyon fontos lenne. És ide csatolom a végzős 8-asokat, akik nem tudtak menni igen, középiskolába. Igen, hiányoznak bizony. Nekünk ők nagyon. Nekik nagyon, is. Igen. Nem volt egyszerű, és hát nem is tudom, hogy remélem, hogy azért határozott elképzeléseik lesznek, mert most igen. pont aktuális a középiskolai választás. Igen. Na most néhány percünk maradt a műsorból, és hogy egy picit azért pozitívra tereljük vissza a hangulatunkat. Van-e olyan kirívóan jó, pozitív, vagy akár vicces élményetek így a hosszú évtizedes munkátok során, amit úgy így elmesélnétek most itt a műsor végén röviden?
Föláttam a leckét. Igen. Nem egyszerű. Hát én például soha nem készültem, hogy egy intézményvezető leszek, belecsappentem ebbe a sztoriba, de az én, nekem most éppen a napokban történt egy ilyen aranyos eset, hogy amikor a gyerekek elsősök ugye játszanak iskolásat, és ott a termen, tanteremben belül, és akkor most már nem azt, csak azt játsszák, hogy tanítónéni, szerint ki lesz a tanítónéni, és ki a gyerek, és így osztogatják le a szerepeket, hanem azt is, hogy ki lesz az igazgatónéni, és ki lesz az igazgató helyettes néni. És ez nagyon aranyos sztori volt, amikor mondta az egyik kislány, hogy ő szeretne lenni az igazgatónéni, és mondta, hogy te nem lehetsz, mert én vagyok a szőke, én szeretnék igazgatónéni. Szóval nálatok csak szőke lehet az igazgatónéni. Nálatok, Éva? Hát nálunk igazándiból, ami érdekes, ez az intézményben a diák igazgató választás, tehát ez érdekes, amikor megy a versengés, hogy ki szeretne lenni. Igazándiból, hát ez egy érdekes dolog, mert ők egész más látnak benne, mint ami a valóság, de ők ezt jó bulinak élik meg. Én olyan mást nem nagyon tudok most így hirtelen. Tehát elők hasonló volt egyébként, mint amit Beti mesélt, hogy igazából ugye én is, hogyha van időm, és egyébként azért bevallom, hogy oda megyek töltekezni mindig, mikor megyek egy kicsit legózni, társasjátékozni, kicsit dublézom velük, és akkor ugyanígy, mikor az egyik kisgyerek megkérdezte, hogy tényleg te vagy a főnök. Nem tudta ezt beazonosítani, hogy most akkor az Obó néni vagy mi, mert hogy azt mondták itt, hogy egyébként majd Erika néni bejön, és akkor is mondta, hogy nem, hát ő ezt biztosan nem hiszi, vagy ebből majd. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek, és egy kicsit beleláttunk az életetekbe. Én kívánom nektek, hogy még nagyon sokáig, hosszú-hosszú évekig adjatok Fehérvárnak olyan embereket, illetve az országnak, akik jó emberek, és a ti szárnyatok alatt nevelkednek. Neked pedig hát a nyugdíjba vonulás után is aktív éveket kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, lesz még nálatok Mizu legközelebb, és tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.